Köszönjük mennyei atyánkat, gyógyító eső, köszönjük a Szent Szellemet, hogy kiküldted oda utánt, hogy beteljesedjünk vele, hogy által dicsőségről dicsőségre átváltozzunk. Köszönjük Szent Szellem, hogy bennünk lakozol. Hálát adunk Jézus, hogy így jött a szomjazónak, és köszönjük Szent Szellem, hogy megelevenítened a mi halandó testeinket is. És amikor eljön az a pillanat, fölöltöztetsz bennünket dicsőséges, romolhatatlan, halhatatlan testbe. És addig is erőt adsz a megfáradottnak, megsokasítod az erőtlen erejét, hogy szárra kerüljünk, mint a sasfeselyünk, fussunk és ne fáradjunk el. Járjunk és ne lankadjunk meg, hogy a beteg is azt mondja, hogy hős vagyok. Uram, törzs be a szomjas szíveket! Járd át a fájó lelkeket! Járd át az erelnyek tagokat! Erősíts meg a meglankadt érdeket! Egyenesíts ki őket az Úr Jézus nevében, mert a tiéd vagyunk tokkal vonóval. Köszönjük Jézus a fiúság szellemét, hogy visszakerültünk általad az atyai házba, hogy Isten atyánknak szólíthatjuk. Köszönjük, mindent nekünk ajándékoztál a názáreti Jézus Krisztusban, hogy kivehessük mindazt a te úgynevezett mennyei hűtőszekrényedből, amire szükségünk van. Köszönjük nekünk, köszönjük a nyitott mennyet, a nyitott ajtókat. Köszönjük neked a Szent Szellemnek a hány áldozását. Áldj meg, kérjük,